Újbuda is indult az idei Virágos Magyarország versenyen, amelyre ebben az évben országszerte rekordszámú jelentkezés érkezett. Ebből az alkalomból jött Újbudára a szervezet háromtagú zsűrije Nagykörösről, amelyet többek között Sinkovics Judit, alpolgármesteri koordinátor, Vártl Anita, a zöld felületi csoport ügyintézője, és Hégli Imre, a környezetvédelmi osztály vezetője fogadott. A bemutatott pályázati anyagban és a szakmai beszámolót követő terepbejáráson egyebek között az elmúlt években végrehajtott fejlesztéseket mutatták be. Természeti értékek közül elsősorban be fogjuk mutatni az országos jelentőségű természetvédelmi területeket, ilyeneket, mint a Sashegy és a Gellért-hegy, illetőleg vannak helyi jelentőségű természetvédelmi területek, amiket úgy kell értelmezni, hogy fővárosi védelem alatt állnak, ilyenek például a Rúphegy, a Kvérberki szikesét, illetőleg a Budai Arborétum. Ezekről rövid ismertetőt fogunk nyújtani, illetőleg elmondjuk azokat a dolgokat, ahol az önkormányzat fejlesztéseket hajtott végre az elmúlt időszakban. Nem kiemelt jelentőségű természetvédelmi területet, például Kamaraerdőn létrehoztunk egy tanösvényt, illetőleg ugye páros fejlesztések és hasonlók kerülnek bemutatásra. Azért Virágos Újbuda, ugye maga a pályázat a Virágos Magyarországért névből ered, illetőleg ugye rengeteg nyári növény került kiültetésre, rengeteg játszótérfejlesztés zajlódott az elmúlt időszakban, ahol nem csak a technikai eszközök, hanem a növények kiültetése is elég magas fokon történt. A látogatók a kerület jövőbeli terveit is megismerhették. Ezek között szerepelt a játszóterek, parkok felújítási programjának folytatása, a zöld felület rehabilitációs projekt és a gyermekek környezetvédelmi oktatásának folytatása. A pályázat eredményét vélhetően kora ősszel hirdetik ki.